edzés folyik, és hát Luizinak egy új lehetőség perspektíva áll. Hogy fogadtátok, mit szóltok egy ilyen felkéréshez, igazoláshoz? Hát megmondom őszintén, hogy a egyesületünk életében ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy nagy múltú klub felfigyelt egy játékosunkra, úgyhogy akár mint a vezetés, akár az edzőknek ez egy nagyon pozitív visszajelzés a szakmai munkánkkal kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy elég jó képzés folyik, elmondhatom. És itt szeretném is megemlíteni Kajári János kollégámat, mert Luizikával két éven keresztül foglalkozott, és nála palérozódott. Úgyhogy, de nem utolsó sorban egyébként szeretném megemlíteni, itt a háttérben is lehet látni Csepregi György kollégámat, mert ő a szabad idejét feláldozva egyébként, akár a hétköznapokon, akár a hétvégeken foglalkozik a gyerekekkel, és ez is egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy Luizika ideig eljutott. De azt azért mindig elmondom, hogy mi a klubnál edzők, vezetők csak a lehetőségét teremtjük meg, hogy egy kisgyerekből egyszer labdarúgó lehessen. Ez azért még van két fontos tényező. Kell egy ilyen kislány hozzá, és kell egy szülői háttér, aki támogatja. És jelen esetben Luizikáról elmondhatom, hogy egy nagyon tehetséges kislány, és tényleg nagyon alázatos, szorgalmas. Viszont, és edzéseken kívül is foglalkozik a focival. Viszont azt én el szoktam mondani, hogy azért olyan pluszok kellenek ahhoz, hogy a gyerekekből labdarúgó legyen, hogy mivel ez a három edzés áll lehetőségükre, hogy megtanulják a focit, az úgy gondolom, hogy nagyon kevés, és azért Luiziról elmondhatjuk, hogy ő saját magát fejleszti edzéseken kívül is. Tényleg azt gondolom, hogy csak ilyen gyerekekből lehet majd egyszer labdarúgó, aki ennyire alázatos. És itt, amit mondtam, a szülőkkel kapcsolatban is az a nagyon fontos tényező még itt, hogy a szülők támogassák a gyerekeket, a saját gyermeküket, és megteremtsék a lehetőségét annak, hogy minden edzésen ott legyen, minden tornán ott legyen, és természetesen ilyen egyéni foglalkozásokon is, hogy ott lehessen. És nem beszélve arról, hogy azért, mint tudjuk, a Ferencváros egy budapesti klub, és annak a lehetőségét is megteremtik, hogy ott focizhasson, és ha jól tudom, majd akár egy fél év múlva föl is fognak költözni. És ez úgy gondolom, ez nagyon nagy áldozat a szülők részéről. Kislány életében egy nagyon komoly karrier lehetőség lesz ez a ferencvárosi felkérés. Hogyan jött ennek a lehetősége? Hát igazából figyelték már a kislányt a Fraditól is, a Győrtől is. Meg voltunk hívva egy kupára, mi is a kupa, Bicskai Bertelen kupára, ott a Fradi csapatában lépett pályára, de mint Gyula sportos játékos, korosztályos játékos. Ott ugye jó benyomást keltett a klubvezetésénél, és onnan heti szinten tartok a kapcsolatot. Ők akarták mindenáron, hogy a kislány odaigazoljon. Mi értünk a lehetőséggel, hát most elindultunk egy úton, hogy ez meddig tart, végig tudunk rajta menni, vagy sem, ez majd a kislányon fog állni. Mit mondtak, miben látják a tehetségét, az erősségét? Erőszakos, jól cselez, igazából ugye ez az, hogy erőszakos a fiúkkal való edzésnek köszönhető, mert azért egy, mikor egymásnak kell feszülni két játékosnak, azért nem mindegy, hogy két kislány, 9 éves kislány, vagy 9 éves kisfiúval kell bírkozni. Hát Luizika áll is fel tudta velük venni a versenyt, és innen az igazi fejlődés, meg azok ez, meg hát az egyéni képzés, ami lényeges, hogy az egyéni képzéseken, ugye itt Csepregi György, Gyuri bácsival heti 2-3-at szoktunk edzeni, és itt a labdaérintések száma, a gyakorlatok, a sorozat száma, nem mindegy, hogy tudom én 20-30-50, minél több, annál jobban rögződik a gyerekekbe, és onnan hamarabb tudják rögtönözni az adott szituációba, hogy mit kell megoldani nekik.
Nyilván ez a kislánynak egy nagyon komoly jövő lehet, ez a szülőknek is egy nagy áldozat, vagy hát, nem is tudom, mik a tervek. Igen, hát ugye mi szeptember 1-ével már fogunk, augusztusban felköltözünk Budapestre, szeptember 1-ével már ott állunk munkába, a kislány ott kezdi el az iskolát, most hétvégeken fel fogjuk hordani a mérkőzésekre. Hát köszönjük a Ferencvárosnak is, hogy ilyen, így is leigazolta ilyen szinten, hogy edzhet a Gyulán, és itt a Gyulasportnak is szeretném megköszönni, hogy ez hozzájárult. Igazából így összerakunk mindent, és így valószínű, hogy kerek lesz a dolog. Nem rajtunk múlik itt a kislánya. A megmondhatója, vagy ő lesz a megmondhatója mindennek. Honnan jött a foci szeretete? Mert hát ugye a lányoknál kevésbé jellemző, meg van a családban hasonló érdeklődés? Nekem édesapám volt igen jó futballista. Igazából én is futballoztam, de csak megyei szinten. Nem tudom, ez így gondolom a tatára való gének. Ennek köszönhető. Első edzésre elvittük, mi kézi labdázni szeretettük volna, mert van egy 31 éves lányom, ő Hódmezővásárhelyen NB1-be kézilabdázott. Szerettük volna, hogy ő is kézilabdázzon, Luizika, de hát azt mondta az első edzés után, hogy ő soha többet nem akar. Mert kézilabdázni, ő focizni akar. Hát és akkor itt ugye az óvónéni, a Fodor Sanynak a felesége, a Katika, meg a Edith Tobó néni, azok javasolták, hogy van az óvi foci, és akkor engedjük a kislányt, mert az udvaron, ha gesztenye, ha kő, ha kavics, ha akár, ő rugdosta meg, húzgált a talpa alatt. Hát innen így indult 4 évesen az ő kis foci karrierje. És reméljük, hogy sokáig. Igen, utána az Amazonokhoz igazoltunk, ott voltunk 2 évet a Gyula Amazonoknál, a Fülöp Diana edzette, szuper volt, de sajnos tovább kellett lépnünk a fejlődése miatt, mert felmérte az ember az erőviszonyunkat, és nekünk szükség volt egy nagyobb kihívásra, és ez meg a fiúk közt volt. Itt megint csak a Kertes Istvánnak, az elnök úrnak köszönhetem azt, hogy ebbe támogatott, hogy nem utasított el minket, mint egyedüli lány, hogy menjünk kézilabdázni, vagy menjünk a női futballcsapathoz. Maximálisan mellénk állt, engedte azt, hogy mi eljárjunk más tornákra a Ferencvároshoz. Csak köszönettel tudok neki is tartozni. Látod a tehetségét, az erősségét, Luizának? Hát, amit előbb is említettem, nagyon alázatos, egy kis akarnok, és hát, ami nagyon fontos, mint láthatjuk is, meg itt a klubunknál is fiúk között pallérozódik, és itt az apukájával is beszélgettem, azért ez óriási nagy előnye kislánynak, mert hiába a Ferencvárosról beszélünk, de a saját korosztályában, hogy én tudom, úgy megy már át az ellenfeleken, mint kés a vajon. Úgyhogy ennek is köszönhető, hogy fiúkkal készül a továbbiakban. Év eleje van, hogyan folyik a szakmai munka? Elmondhatom, hogy a nyár kezdetén, a szezon elején egy új rendszer áll fel a MLS részéről, és ennek megfelelően mi itt az edzői stábot próbáltuk megerősíteni. Elmondhatom, hogy 4 edzővel bővült a stáb, és innentől kezdve 18 edzővel dolgozunk. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, meg erősködtem is, hogy bővüljön a stáb, mert így a 7-8-9-10 éves korosztályban 2 edzővel dolgozunk innentől kezdve. És ez azért is nagyon fontos, mert az új elvárásokban, kiskorosztályban játékos fejlesztés a fő cél, és itt inkább az egyénekkel foglalkozunk, tehát minél fontosabb legyen, mint ott láthatjuk is, hogy minél képzettebbek legyenek, minél jobb legyen a labdakontrolljuk, és így, hogy 2 edző dolgozik a gyerekekkel, így sokkal célzottabban tudunk velük foglalkozni, tehát ez mindenképpen nagyon fontos. Úgyhogy most már jó idő van, és el is kezdődtek az edzések már több mint 2 hete.
akkor folynak az edzések, és akkor szeptemberig itt vannak. Így szeptemberig itt lesz, így van, a kislány itt fog edzeni, mérkőzésekre fogunk feljárni Budapestre a Fradihoz.